Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Ez a videó február 27-én jelenik meg. Ezen a napon az indiai asztrológia szerint a hold a hasta holdházban van, ami lefordítva kezet jelent. Ez a holdház, ez a napi hold mozgása ebben a holdházban azt közli velünk, hogy cselekedjünk. Vegyük kezünkbe a dolgokat. Most nem szabad késleltetni valamit, vagy várakozni, hanem most eljött annak az ideje, hogy cselekedjünk. Ezen a napon Mars bolygó egy kapcsolatban áll Jupiter bolygóval, ami nem kellemes. Jupiter bolygó adja a lehetőségeket. Mars bolygó utal a cselekvésekre, a mozgásra. Tulajdonképpen a hastaholdház azt jelenti, hogy cselekedjünk, viszont ez a kapcsolat Mars bolygó és Jupiter bolygó között arra utal, hogy itt vannak igazságtalanságok, itt vannak korlátozások, cselekedni kell ugyan, de ne meggondolatlanul. Nem kell elsietni a dolgokat, hanem figyeljünk oda arra, hogy mi az, ami korlátoz bennünket, vagy miért vagyunk ebben a helyzetben, ami igazságtalannak tűnik. Mars bolygó, az jelenti a férfiakat is, különösen náluk van ez a helyzet, vagy lehet egy bírósági ügy is, ahol nem mennek előre a dolgok, holott cselekedni kellene, de átélik ők is az igazságtalanságokat. Mars bolygó az utalhat a háborúra is, hiszen a klasszikus görög mitológia szerint Mars bolygó Áresz, a háború istene. Tehát itt a politikai helyzetben ezek a háborúk, ami most úgy történik körülöttünk, itt történnek igazságtalanságok is. Mars bolygó egy nagyon szép kapcsolatban áll a holddal 27-én. Mars bolygó jelentheti a férfiakat, a hold az anyukát. Itt van egy szép kapcsolat anya és fia között, vagy a hold jelentheti az álmokat, a vágyakat, a reményeket, az érzelmeket, és ez kihat a párkapcsolatra. Itt most a férfiak nyitottak érzelmekről beszélni. Jupiter bolygó jelenti a lehetőségeket, a szerencsét, gyakran az igazságot, de mutatja az igazságtalanságokat is. És Jupiter bolygó egy úgy nevezett quincunx aspektusban áll a holddal, ami kivált bizonytalanságokat. Én ezt úgy szoktam elmagyarázni. Képzeld el, hogy van előtted egy inga. És én megkérdezném, hogy melyik irányba mozdul ki, akkor a válaszod az, hát nem tudom, hol így, hol úgy, talán balra, talán jobbra, az is lehet, hogy ki sem mozdul. Ezt váltja ki ez a Jupiter-hold kapcsolat. Ez érezhető a lehetőségeknél, amikor van egy ajánlat, és nem tudjuk, hogy elfogadjuk-e, hogy lesz-e ebből valami, hát nem tudom, már bizonytalan vagyok, hogyan tovább, fogalmam sincs. Vagy Jupiter bolygó jelentett egy bírósági ügyet is, amikor nem tudjuk, mi a kimenetel. Vagy Jupiter bolygó jelenthet egy helyzetet is, ahol igazságtalanságok történnek.
vagy a politikai helyzetre utal, vagy lehet a munkahely is, és nem tudod, hogy megkapod-e az igazságot, javul-e a helyzet, maradj vagy nem maradj. Tehát itt vannak bizonytalanságok, ami kihat az érzelmeinkre. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Először megnézzük az ő gondolatait. Az utak. Jelenthetnek egy találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik. Ez lehet egy véletlen találkozás is. Vagy az utak jelentetik azt is, hogy ő útban van hozzád. És a gyűrű jelenti a kapcsolatot, vagy azt, hogy visszatér hozzád. Az utak jelenthetnek döntéseket is, hiszen ő töprenk, mert elérkezett az élet útján, ehhez a kereszteződéshez döntenie kell, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, melyik út lenne helyes számára. És itt a gyűrű vagy a kapcsolatot jelenti, vagy azt, hogy visszatér hozzád, vagy lehetnek szerződések is. És megnézzük az érzelmeit. Itt vannak, vagy voltak viták, veszekedések, nézeteltérések. Ő ezt le akarja zárni. Ha köztetek volt ez a nézeteltérés, akkor ő ugyan keresi veled a kapcsolatot, útban van hozzád, de nem akar ezekről a dolgokról beszélni, itt le akarja ezt zárni. Persze a kártyák valami mást is mutathatnak, például egy örökösödési ügyet, ahol viták, veszekedések, nézeteltérések vannak. Mit fog tenni? Itt látható, hogy összetartoztok, ő odafigyel rád, te is odafigyelsz rá, ő segít neked, te segítesz neki, ti egy pár vagytok. És szép a kapcsolat, lehet, hogy a múltban voltak félreértések, de most javul a helyzet. És mi fűz össze benneteket, az itt középen látható, ezt a magyar kártyát a férjem készítette, és itt a rovás írásról van szó, ami hasonló, mint a germánoknál a rúna. Most a K betű jött ki. Gondolkodj el azon, mit jelent számodra a K betű. Ez lehet egy név, Kovács, vagy Károly, vagy Katalin. Ez lehet egy helység is, mint például Kazincbarcika. Vagy lehet egy fogalom is, kész van, megoldottuk. A régi írásmód az itt látható középen, és ennek szimbolikus jelentése van. Ez a négyszög jelenti az alapokat, a biztonság érzetét. Erre az alapra most ki lehet építeni valamit. Azt is jelentheti a kép, hogy itt középen vagytok, vider a K betű, középen vagytok, és körülöttetek megvan a kerítés. Nem mindenki jöhet be hozzátok, csak azok, akik számára kinyílik az ajtó, mert ti döntetek, hogy kivel vagytok kapcsolatban, kapcsolat, újra K betű. És van egy napi energia, itt látható egy találkozás, az öröm, lehet ez meghívás, vagy vendégek jönnek hozzátok, ez lehet egy családi kapcsolat, lehetnek barátok is, de itt középen ez a négy gyertya, ami ott ég, és jelenti a tűz elemét, jelenthet egy szűkös helyzetet is.
Én összehasonlítom ezzel a szimbólummal, ha te és ő kiépíted itt az alapokat, meg kiépíted a kerítést, akkor az óv benneteket. Viszont, ha mások titeket ebbe a szükös helyzetbe akarnak tartani, akkor ez kellemetlen. Akkor ebből ki kell lépni. Tehát bizonyos dolgokat lezárni, mert ez a kártya tulajdonképpen jelenti a felszabadulás érzelmeit. Azokat a kapcsolatokat ápolni, ami kedvező, és azokat a kapcsolatokat lezárni, ami titeket ebben a szűkös helyzetben tart, és kell a tűz eleme, a bátorság. Ahhoz, hogy megmondjátok a véleményeteket, hogy változtassatok ezen a helyzeten. És ez volt a felvétel. Örülnék annak, hogyha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra a K betű. Örülnék annak is, ha tetszett a videó, hogy lájkolod, vagy jelentkezel a csatornámra. Meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárból. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!